Nem sikerült vert helyzetből felállni az Eto labdarúgóinak. A Mercantil Bank Liga legutóbbi fordulójában 2-1-es arányban kapott ki a zöld-fehér csapat a BFC Siófoktól. A vendégek két gólos előnyére, a hosszabbításban ugyan egy góllal még válaszoltak a rábapartiak, de az egyenlítés már elmaradt. Kondás Elemér vezetőedző stábjával azon dolgozik, hogy egyre kevesebb hibával futballozzon a csapat. Azt gondolom, hogy megvoltak azok a lehetőségek, csak még egy kicsit a támadásban még pontosabbnak és higgadtabbnak kell lennünk. Egy kicsit idegesen játszottunk, ezt tapasztaltam a játékosokon, inkább azt mondom, görcsösen. És pont emiatt nem jöttek azok a megoldások, nem vettük észre azokat a utolsó passzokat, amikből abszolút olyan gólszerzési lehetőséget tudtunk volna teremteni, ami megoldhatatlan feladat elé tette volna a kapust. Bár azt mondom, így is volt, mert a Priskin Tamás ötről lábon rúgta a kapust, nem nagyon tudott a kapust mit csinálni, de most ez egy ilyen mérkőzés volt. Úgy van, ez az, nagyon jó, ez az, bravo, és kocsolok ki, így van, ez az, nagyszerű. A klub egyik téli szerzeménye, Priskin Tamás egy ideig biztosan nem készülhet a csapattal. A játékos a mérkőzés 38. percében került a gyepre. A vizsgálatok szerint bordaporc törést szenvedett. Lépek át, hozom utána. Sajnos a bordájában van egy törés, úgyhogy egyelőre őre nem tudunk számítani. Most az első héten semmit nem végezhet, aztán a következő hét majd könnyített munkákat el tud kezdeni. A klub a védelem megerősítése érdekében 2,5 évre leigazolta Fejes Andrást. A 31 éves védő Paksról költözik a Kisalföldre. A rutinos labdarúgó a csapat nagy részét már ismeri, és komoly célokkal érkezett Győrbe. Mindenképpen az, hogy feljusson fel a csapat, ez egy gyönyörű cél, úgy gondolom. Nekem ez hiányzik még a karrieremből. Ennek örülnék, hogy ez sikerülne, úgyhogy én ezen leszek, hogy feljusson a csapat. Nagyon jó, ez az, bravo gyerekek, igen, ez az, szuper, és kikocsolok a vonalat még, és megyek. A csapat legközelebb a Kazincz Barcikával néz farkas szemet. Ezt a mérkőzést vasárnap délután 2 órakor Putnokon a Váradi Béla sportközpontban játsszák, ahol a győzelem reményében lép pályára a győri kezdő 11.